Hazaszeretett címmel tartott előadást Kovácsi Gyula nyugdíjas köztisztviselő a Munkásművelődési Központban november 24-én. A műsor kezdete előtt az előadó számolt be az est részleteiről. A hazaszeretet egyaránt létezik elménkbe, gondolatainkban, szívünkben, lelkünkben. A hazaszeretet ugye nem csak szavakban nyilvánul meg, avagy szónoklatokban, hanem elsősorban tevékenységben. És ez a döntő. Ez a legnehezebb. Vannak időszakok, amikor felerősödik a hazaszeretet iránti érzelmek és tevékenység, és vannak történelmi korszakok, amikor ez halványul az időben. Nem egyforma, sohasem. Kovácsi Gyula elmondta, a hazaszeretet nem az értelem világába tartozik, hanem az érzelmekbe. Nagyon röviden elmondanám, hogy nagyon kevés elméleti anyagot állítottam össze a hazaszeretet szóról, inkább a versekben és a zenében fog megjelenni a hazaszeretet. Mert ugye az mindenki tudja, ismeri a hazaszeretet szót, de az elsősorban nem az értelem világába tartozik, hanem az érzelmek világába, és az érzelmeket legjobban a költészet és a zene tudja megközelíteni. Az előadó hozzátette, Benedek István kétkötetes Rendületlenül című könyve, illetve a saját verses válogatása ihlette az előadást. Nagyon régóta gyűjtöm a verseket, számítógépen be is beírtam azokat, és ezelőtt jó pár évvel jelent meg Benedek István orvos professzor közírónknak egy népszerű összeállítása, az a címe kétkötetes Rendületlenül. Ebben a hazai versek kezdettől fogva napjainkig szerepelnek, és hozzá kommentár is adott. Ebből is válogattam, és a saját gyűjteményemből. A Munkásművelődési Központ munkatársai által szervezett programokról az intézmény hivatalos oldalán találnak bővebb információt az érdeklődők.